Szombathelyen vívták a Jets Oliga a 9. fordulójának a rangadóját, a tavalyi bronzérmes Haladás Viktóriához a címvédő MTK látogatott el. A fővárosiak olyan komolyan vették a felkészülést, hogy már a meccs előtti napot is együtt töltötték egy szállodában, hogy minél jobban ráhangolódjanak az előttük álló feladatokra. Ez a hét, ez nekünk nagyon fontos hetünk, mert ugye most játszunk a Haladással, szerdán a KOK-val és szombaton a Diósgyőrrel, és hát megpróbáljuk a játékosoknak megadni azt, hogy lehetőleg pihenten tudjanak koncentrálni a következő feladatra. Ennek ellenére a kezdés nem sikerült jól, hiszen a Viktória már az első perce megszerezte a vezetést Siklér Kinga góljával. Ez azonban nem zavarta meg különösebben az MTK-t, mert alig 12 percet kellett várni az egyenlítésre. A kékfehérektől Demeter Réka volt eredményes. Nagyon örültünk, ugye, hogy már az első percben megszereztük a gólt, de ez mégis megfogott bennünket, úgy érzem. Az MTK letámadott, lett egy szabadrúgás, kipattanóra nem mentünk, ezt ők értékesítették, hát jobban kell figyelnünk az ilyen dolgokra. A gól után is többet kezdeményezett az MTK, és bár a félidő végéig több helyzet is volt, újabb találat már nem született. Azt, amit elterveztünk, azt szépen összezavartuk, hogy az első percben gólt rúgtunk. Ezután az MTK egy kicsit másabb stílusba játszott, mint vártuk. Ugye ilyet a mérkőzés végén szoktak ilyen agresszíven és kevés passzal eljuttatni a kapunk elé a labdát. Most a gól meglepte őket, és átálltak erre a játékra az egyenlítésig. A folytatásban is mindkét csapat elsősorban a biztonságra törekedett. Ahogy valaki átlépte a felezővonalat, már is legalább kettő ember próbálta lezárni előtte a területet. Túl sok kockázatot egyik fél sem vállalt, és miután a védekezés mindkét oldalon magas színvonalú volt, a nézők már nem láthattak újabb gólt. Mindenféleképpen győzni akartunk, a 3 pontot meg akartuk szerezni. Én személy szerint kicsit csalódott vagyok, mert a helyzetek mindig megvannak, de ugye nem mindig tudjuk berúgni őket. Nem voltunk kellően élesek a kapu előtt, nem jó döntést hoztunk, és hát ugye ezeket a lehetőségeket azért illett volna gólra váltani. Maradt tehát az 1-1, így a tabellán tovább növelte előnyét a Frade és az Eto az őket üldöző boly előtt.